Na, méghozzá nagyon messzire megyünk. Ez itt a kerékpártároló kocsi. Ide vagyok bepakolva, rohadt meleg van itt, de azt megsúgom, hogy éjszakai utazás lesz. És a bringa szállító vagomba úgy látszik, csak én fogok menni. Üdvözlök mindenkit, Bandi bácsi vagyok, és akkor hamarosan majd valamikor kezdetét veszi a kerékpár túra, ami először még csak vonatozás lesz. Az meg már világos, aludtam egyet a vonaton, és hát a cucc meg a bringa, az nem az enyém, meg az se ott, tehát nem volt teltház, viszont leszállok, úgyhogy majd nem sokára jelentkezek. Sziasztok! Üdvözlök mindenkit! Bandi bácsi vagyok, innen Szlovéniából jelentkezek be elsőként. A településnél, ahol leszálltam a vonatról, hogy a vonatroztam, ugye volt két nagyon rövid snit itt előtt, de szóval teljesen kozinat, ne kell olvasnom, mert kiejthetetlen. Szóval, innen kezdjük meg ezt a hatalmas nagy bicikli túrát. Szokásos kerékpárral természetesen. És persze, jó magamban, Bandi bácsiban. Nem sokat fogunk kerékpározni kezdésnek. Elmegyünk Triestig. Cooperig volt meg a vonatjegyem, ugye retúrba vettem meg, de Cooper előtt szálltam le egyen. Innen közelebb van Triest 16 kilóbeba. És akkor még egy tegnapi számadat, mert tegnap ilyen is volt, ki kellett tekernem a keleti pályaudvarra, ez volt a mínusz egyedik nap, vagy nulladik nap legyen az éjszaka, és akkor most van az első nap, na mindegy, szóval 8,93 kilométert tekertem el, mert edzeni kell. Remélem a kamera is látja. Itália, itt a főútam úgy ezen megyek. Kicsit nagy a forgalom, annyira nem biztos, még reggel van, csak nagyobb buszok, meg kamionok is jönnek, úgyhogy így nagyon most így nem akarok kamerázgatni menet közben, elnézést. Szóval mutatom, 3,78 km után már szinte Itáliában vagyok, úgyhogy Szlovénia egyenlőre ennyi, még nem búcsúzunk el tőle, mert nincsen spoiler, megyünk előre, Triest irányába. És akkor ennyi volt a 250 méter az előző táblától. Úgyhogy Bandi bácsi üdvözöl mindenkit Itáliában, Olaszországban. Itt fogunk egy jó időt tekergőzni. Úgyhogy tartsatok mindenképpen velem. Itt egy templomocska, itt Elimódra, mögöttem pedig, az előttem, az Adria, a Tengru. Itt, ha balkész felől kicsit benézünk, akkor az ott már Cooper kikötője. Itt pedig jobbra valahol a domb mögött, kicsit még odébb, megbújik Triest városa. Oda tartok, hogy aztán újra vonatozzunk. De egyelőre még csak érjünk oda. Az időjárásra amúgy nem lehet panasz, csoda szép kék az ég, és az otthoni időhöz képest, ha valaki majd még emlékezni fog erre, mármint amikor megy ez a film majd itt YouTube-on. Szóval most otthon, mikor eljöttem, eszméletlen durva, északnyugati szél van, szembe tekerni vele, mondhatni azt, hogy öngyilkosság, de meg lehet tenni. Nagyon durva szelek fújnak otthon, itt szerencsére lágy szellő, lágy fuvallat van. Remélem ki is tart majd ez a jó idő is, meg ez a szélcsendes időjárás is. 4,72 a magasságunk. Voltam már 500 fölött is pár méterrel. Ugye elvileg majd egy nagy-nagy gurulás lesz Triestbe, már Triest azért fölfele is építkezik, tehát a városon belül is lesz egy kis gurulás. Már alig vártam ezt a mediterrán növényvilágot, bár itt azért még nem annyira durván mediterrán, de nagyon jól néz ki. Ha valaki esetleg követte a filmjeimet, akkor nemrég mehetett le az albán kalandok, amit mi
Mi? Hát igen, mert ott ketten voltunk Almuskával, egy fantasztikus túra volt. Szóval az körülbelül 5 hete volt. 5 hete nagyon nem is kerékpároztam, csak munkába jártam vele. Hétvégente nem volt jó idő egyáltalán otthon, úgyhogy... Amit a bringázó munkába tekerés adott edzettséget, na most azt fogom itt felhasználni. Valószínű, hogy majd bizonyos százalékokon ez nem lesz elegendő, de rajta leszek, hogy menjen. Na gyerekek, csinálunk egy kis guruló videót Triestbe. Elmegy ez a piros nagy bömbi. Megnézzük, hogy utána jön-e valaki, és akkor gurulunk egyet. Jönnek még, úgyhogy még nem megyünk neki. De mindjárt. Na. Hát úgy gondoltam, hogy a főút. Na, egy kicsit morcos vagyok. Remélem lehet hallani a hangomat, és ordítani most nem akarok. Itt vagyok Triest vasútállomásán. Így néz ki belülről. Ott kellett megvennem a vonatjegyet, mert az automatába nem lehet kerékpárjegyet venni. De állatjegyet igen, úgyhogy ha lett volna kutyám, akkor ezt vihettem volna. Na hát egy jó 20 percet álltam sorba. Éppen már megy, és hatalmas nagy sor van, ahogy látszódik. Hát még egy jó... Hát 50-kor indul a vonat, úgyhogy még van egy kis időm, de szerintem én azt leülök és kajálással fogom tölteni, hogy majd azzal sem menjen el az idő. Tehát akkor ismét vonatozom, de most csak Udinéig, és csak egy órát. Mutatom a menüt. Ilyen Gordon Bleu, vagy mi a fene. Na, ott az a jobb oldali vonat lesz az enyém. Tápolás, most folyamatban van. Mindjárt felszállok, és akkor még egy óra vonatozás. És aztán végre bringázunk is rendesen. Én már várom. Most hagyjuk el Udinét. Udinét, mert Triestet. És megyünk Udiná felé. Ezen szürkésnek tűnik az ég, de az ablak teszi ezt. Kint nagyon jó idő van, viszont ideben úgy megy a légkondi, hogy talán lesz kilátás jobban. Szóval úgy megy a légkondi, hogy ez egy hűtőtető. Akkor egy időre el is köszönünk a mennyiértől. Ennyire láttuk, ennyire hallottuk, de még fogunk vele találkozni. Most vonatozunk akkor Udinéig, elmutatom még majd a kerékpár tartó fülkét. Még hideget van amúgy. És akkor hamarosan megérkezünk Udinébe, ez egy órás vonatozás lesz, és akkor végre kerékpározunk is. Itt talán ki lehet zárni a tengerre, vagy nem. Na meg ha már vonatozunk is, akkor mutatom ezt a vonatjegyet is, szóval így néz ki. 83 km Gorizia felé megyünk, és ez kerül 8,75 €. Közben van az egy kilátás, vagy nem, akkor lemaradtunk róla, akkor mutatom tovább, és a kerékpárjegy pedig 3,50 € kerül. Hát az is úgy néz ki, csak azon ráír, hogy bicikletta. Tehát, hogy a kamerával nem tudom megmutatni a hőmérsékleti kontrasztot, mert itt ideben meg lehet fagyni szó szerint. Ez itt a hűtőkamra, itt állom a kerékpár. Na lassan Udiná, úgyhogy kinézzük az ablakon, semmit nem látni, nem baj, de lassan jön Udiná, úgyhogy leszállás van. Aztán pedig már használjuk is ezt az alkalmatosságot arra, amire való, tekerni fogom. No, hát akkor üdvözlök mindenkit Udinében. Kicsit forgalommal szembe megyek, de bringásnak itt lehet. És... esküszöm, nem készültem. Ennek is elmondom majd a miértjét, meg a hogyanját.
Úgyhogy majd amit látok, és nem tudom mi az, ezt feliratozom. De amúgy jól néz ki. Valami kastélymúzeum lehet a dolog. Tehát ez itt Udine belvárosa, és a macska kövön itt fogok végig menni, egészen ki a városból. Kicsit már háróton volt a vonatozástól, remélem mindenki elhiszi, ugye volt egyszer egy 12 órám Budapestről Szlovéniába, Cooper előtt szálltam le, ugye tekertem egy 18 kilométert Trieste-be, és még egy egyórányi vonatozás Uber hidegben. Na, ott balra le kell menni nekem tovább. És jó meleg van, aminek kifejezetten örülök. Lehet, hogy ez a kamera visszaadja, hogy ugrál a kép. Megpróbálom izomból tartani. Útba kell megejtenem egy boltot majd. Fel kell tölteni a italkészletet, amit lemerítettem. De jó, annyira nem merítettem le, de kelleni fog majd. Én megpróbálom még itt Udinében vagy a város elhagyása előtt megejteni a készlettöltést. Jó van. No, hát sikerült úgy elhagyni majdnem Udinét, hogy boltot nem találtam, de van kerékpárút. Úgyhogy azon megyünk. Megkezdtük a túrát. 12 óra 40 perc van. Hát van már a terv, mindig vannak tervek, ugye? Majd kiderül, mi lesz belőle. Egyelőre a lényeg, hogy van kerékpárút, így aztán szabadon tudok kamerázni. Ebben a jellegtelen tájban nem baj azért bejelentkezni, tök jó dolog. Elhatároztam, hogy hosszú filmet fogok csinálni, legyen bármennyire unalmas is. Remélem, azért senki nem fogja elunni majd magát. Szóval egy jó pár kilométer jellegtelen táj következik. Kell mennem a hegyek lábához, és hát akkor tekerünk. Ez itt az első nap, és egy rövid szlovéniai tekerés után következett egy triesti gurulás, és most pedig Udinét elhagyva végre megkezdődik a túra maga. Ugye a cím, ha még nem mondtam volna, Alpok Adria, kicsit másképp, tényleg Alpok Adria lesz, mert az Adriát eddig csak vonatról láttam, illetve magaslati pontról, de majd elmegyünk és megkóstoljuk, hogy milyen az, de hát az még odébb van, egyenlőre maradjunk a közelebbi terveknél. Na, hova visz ez a kerékpárút? Hát nem oda, hova én akarom. Úgyhogy mindjárt kerékpárút nélkül megyünk. Erre kell nekem menni. Mutatni akarok valamit, hogy 39,2 fok van. Remélem kamera is jól látja, így igaz. És hát ott a távolban, nem tudom, hogy a kamera látja, de én már látom a hegyeket. A kicsit eltévejettem, mert sok kis utca is, kis kanyar, meg nagy kanyar, meg körforgalom volt, úgyhogy hát végig is találtam egy Lidlit, bementem oda, azt ott már megnéztem, merre járok, és hát kicsit letértem az útról, úgyhogy egy GPS navigációs segítségével visszatértem a helyes irányra, úgyhogy bocsánat, csak ömlik rólam a víz, szóval haladok a tervezett út felé. Hát meg remélem nem kapom meg az égi áldást, mint ahogy szokott lenni. Ne haladjunk tovább. Mai Jánó, ha jól ejtem a település nevét, megálltam előtte. Most nem jönnek autók, és eszméletlen csönd van. Távolban kisebb dörgés hangok hallhatóak.
Remélem nem abból a valamiből jön. Bár én erre kanyarodok el. De ki tudja, hogy lehet, hogy azt hallom. Kiejtésem kicsit rossz. Szóval Maiano település az, ami felé megyek. És itt fogok elkanyarodni balra. Pontosabban ez már itt Maiano, csak nem kapcsolt be a kamera addig. Szóval elgurultam a tábla mellett, mondjuk úgy a dolgokat, hát előttem az Alpok. Én mondom azt, hogy nekem a szokásos arcát mutatja. Nem tudom ki, hogy van vele. Ritkán járok az Alpokba, ugye. Leginkább a Balkánt vettem előnybe. De hát majd ennek is lesz története, hogy mi meg, hogy meg miért lett ez így. Most egy kicsit szomorú lettem, meg kell, hogy mondjam, azért vártam egy kis csodás látvány, stb. Hát majd lesz, majd lesz. Ott egy fából kifaragott bácsi a fa alatt. Remélem, hogy látszódott. No, majd hamarosan lesz szebb látvány is, úgyhogy már mindenképp mutatom, de azért egy kis olasz kis település látványa is legyen már a kamerán. Meg természetesen autóforgalom is, hiszen autóúton megyek. Most kell szomorú smiley fejet vágni. Itt van a gyönyörű szép Alpok csúcsai. Hát úgy az alja. És hát mindjárt mutatok jobbra kilátást, csak éppen itt bozótos van, téglafal, homokrakás. De itten, ha benézünk balra, lehet egyszer lesz szélzaj, azaz jobbra, bocsánat. Hát szóval nem egy barátságos, majd még mindjárt jobban megmutatom. Mindjárt jön túránk első ütősebb látnivalója. Hát a hegyek már biztosan azok az egyértelmű, de itt van a csúnyaság itt jobbra benn. Hogy pukkadna meg. És miatta? Úgy gondolom, majd még mindjárt kitalálom, csak előbb elmegyek a első látványelemig, egy hídig. Ahol gyönyörködhetünk majd egy folyóban, aminek a nevét meglesem addig, és el is fogom árulni, hogy mi az. Szóval, most gondolkodok azon, hogy az első úgymond felejthető emelkedőmet azt kihagyom. Majd még megnézem pontosabban, egy kis időjárás jelentést nézek, hogy mi vár rám, mi várható. Időkép ugyanitt nincsen, de van más, amit tudok használni. Majd erről mesélek szintén. Már sok mindenről kellene mesélnem. Pedig a, hát az ilyen látványban ugye nem akartam videózni. De ami késik, az nem múlik. Szoktam mondani. Na hát ez napsütésben sokkal, de sokkal szebb lenne. Már beszélni se tudok. Szóval a Tagliamento, ott len balcsiznak. Hát nem is le kéne menni oda. Napoznak, úgyis jó idő amúgy. Amúgy meg 31 fok van, ezt hozzáteszem. Jó kavicsos part, szép tiszta víz. És itt van lent a földút balkész felől, ahol le lehet menni a Tagliamento mellé fürdőzni. És akkor ennyi is volt a látványelem. Megyünk tovább. Gyönyörködünk a Borús Alpokban. Nem akarom ám én ilyen szomorúra csinálni ezt az egész videót, vagy nehogy az jöjjön le. Az idő teszi azzá.
tényleg. Ám úgy milyen szép lenne, hogy megsütni a nap azt a hegyoldalt, mondjuk. Na mindegy. Az álmok azért vannak, hogy legyenek. Tagliamento number 2. Itt is van ám. Szerintem megnézem az időt, hogy hogy állok. Itt tartok egy kis pihit. Meggyönyörködöm akkor ezt a vizet én is, ha már ők is itt vannak. Meg kellene tudni, hol van a lejárat. Úgyhogy mindjárt megtudom, és lent a víznél találkozunk. Szerintem meg is van itt balra. Mert csak remélem, nem jön senki mögöttem. Azért mutatok egy kis kontrasztot is. Ott van a sötétség. Itt van a Tagliamento. Gyönyörű szép kristálytiszta vize. Igazából meg is fürdenék benne. De ott már esik. Ott esik. Úgyhogy most nem tudom még eldönteni, hogy merre jön az eső. Mögöttem pedig, a kamera mögött én vagyok, Bandi bácsi. Mögöttem a híd, és annyira látszódik, hogy ott viszont nem kék az ég. Látható. Még pedig egy gyönyörű szép Tagliamento. Azon gondolkodok, hogyha mégis erre jön, akkor ott a híd aljába el tudom backolni magamot egy kis időre. Bízva abban, hogy hamar elmegy. Bár oldalról simán be tud csapni. De itt az emberek halálnyugodtak, amúgy nem simán fekszenek, olyan, mintha napoznának, élvezik a vizet. Mintha nyár lenne. Ott a távolban már, nem tudom, hogy a kamera is látja, hogy szárszol valami füst, vagy felhő, vagy nem tudom. Szóval, hát nem egészséges az időjárás, maradjunk annyiban. Na gyerekek, úgy néz ki, hogy Bandi bácsi menekülőre fogta. Van egy kis hátszeles tolásom. Ezt most kihasználom. Kicsit szemárkél, de legalább addig is haladok valamelyre, pedig mekkora poén lett volna ott a Tagliamentónál egyet fürdeni. De hát, ezt a lapot nem nekem osztották, sajnos. Egy 5 kilométert kéne kibírni eső nélkül, és akkor elvileg lakott településen vagyok, ahol legalább egy buszmegálló vár rám, ahova be tudok állni. Eddig meg menekülés van, és itt már látszódik, hogy azért durván fú a szellő. Mutatok egy kis visszatekintést oldalra. Jön ez a kurva eső, úgyhogy sietnem kell. No. Hát, amint kikapcsoltam a kamerát, buszmegálló rendel jött. Hát, itt egy buszmegálló. És egyetlen koordinális szél van. Lökött rajtam is egy keveset, bár ott most fordulna az út. Lehet háztalan lenne, de már viszi a szél a faágokat. A távolba eső esőt, és már villámlik is, úgyhogy hát ebből a 40 fokból fázás lesz, én úgy érzem. Imádom az alpokat, de komolyan. Hát még ott sem vagyok, még csak a lábát nyaldosom. Tessék gyönyörködni, jön a vihar. Úgyhogy én itt most meghúzom magamat, majd egy pár ruhát lehet elő kell kapnom, mert fázni fogok. Az egy dolog, hogy buszmegállóba vagyok, de hogy még a buszmegállóba is be kell fóliázni magamat, azért az egy kicsit fájó dolog. Ú, még vízsepp is van a lencsén, úgyhogy ezt majd le kell törölnem. Most nagyon haragszik Bandi bácsi, megmutatom, mi a helyzet odakint.
ilyen katasztrofális, mondjuk úgy. Akkor most kivárásom. Más nem lehet ilyenkor tenni. Hát az a túra vele járója, de mondjuk rögtön első nap azért az gáz. Na, kellően lehűlt az idő. 17,9 fok van. Az eső is úgy néz ki, hogy elállt. Még hogy jöttem én a melegben. Na mindegy. De azért még török. Nem behallatszott. Szóval, hát veszem a bátorságot és elindulok. És hát jutok, ameddig jutok, nem tudom. Aztán majd meglátjuk, mi lesz. Lehet, hogy ilyen belefejé balásféle random túra lesz a vége. Nem tudom még, hát ez nagyon időjárás függő lesz. Valeriano településén vagyok, hát így néz ki a helyzet. Csöpörög az eső, talán a pocsolyán lehet látni. Úgyhogy ezért nincs kamerázás. Adatok egy szép kis templomot. És csúnya gonosz felhőknek, amik itt vannak. Van egy 800-as hágú, ahol kinéztem egy szállás helyet. Azt szeretném megcélozni, úgyhogy igyekeznünk kell. Remélem most már nem ered meg az eső. No, egy kicsit nehéz lenne elmagyarázni, hogy hogy jutottam el ide, ahol most vagyok. Ez itt az SP38, nem hiszem, hogy mond valakinek bármit is ez a név. Nekem se. Viszont ezen haladok egy kicsit, hogy aztán majd jobbra beforduljak az Alpok felé. Kamerát most elővettem, mert úgy tűnik most éppen nincsen szemerkélés. Autóforgalom azért van. Próbálom mutatni az Alpokot, legalábbis innen lentről. Amúgy a látvány az jó. Mindjárt befordítom oldalra is a kamerát. Egy kis szélzaj biztos, hogy lesz, de szép. Meg itt előttem is ugye a letörés. Na hát kíváncsi leszek erre a túrára. Eddig annyira nem frankó. Az eredeti túratervem úgy az lett volna, hogy itt benn jobb oldalt megyek a hegyek között. Na hát ez most nem valósul meg. De ahova fel akarok most pászni, és elvileg van fasza alvó hely is, azt mindenképpen meg akarom, és lehetőleg még ma feljutni. Amúgy a 70. kilométer taposom éppen, nem vittem túlzásba a szintemelkedéseket, nagyjából kb. Olyan 400 méter szinten lehetek a mai napra, de ezt majd lassan feltornázzuk terveim, reményeim szerint. Itt fognak mérni minket, megütölök, azért semmi sem. Hát engem talán nem büntetnek meg. Na ez itt a SR 5 akárhányas útvonal. Amikor rákanyarodt, nem ki volt írva, hogy Paso Rest, Open, ez nyitva van. Én nekem nem célom a Rest hágó, de azért, ha már erre van, akkor valamennyit megyek az útján. No hát akkor száll fel a pára, autólámpájánál lehet látni, és este 6-kor meg is kezdtük akkor a hágómászást. Jelenleg az órán nem téved, 234-en vagyok, eddig 3-4%, kellemesen jó bemelegítő, és akkor ahogy mondtam, nem a Rest hágó felé megyek, hanem majd elkanyarodok balra. Hú, de csúnya kék ott minden. Nem akarok visszafordulni. Úgyhogy, ja, és 74 kilométer megtétele után, ugye ebbe benne van Triest, meg utána az Udinétől megtett út, meg egy jó másfél óra esőszünet, akkor este 6 és hágómászás,
bízok benne, hogy a kiszemelt helyemre, 9-re legkésőbb odaérek. Mondjuk ehhez az kell, hogy bírjam, illetve ne essen le az ég. Meg nem kell megállni nagyon. Persze, ha nem megy, akkor kicsit kell fújni. Nem az az ideális ágómászó idő, igaz? Nem igazán. Na tessék, közelem merek szagolni az Alpokhoz, és már feltámadt a szél. Mini cseppekben szemerkél az eső, de ebben a szélzajban azért megmutatom itt egy kicsit balra. Jól néz ki nagyon a kilátás, remélem a kamera is látja. Engem meg visszafúj a szél 0%-on. Nem tudom, mennyire gondolom én ezt komolyan. Bandi bácsi és a Mérgelődés című fejezet következik. Arra kellene mennem. Jön felém az eső, visszafordultam amúgy. Jön egy autó, megvárjuk, amíg elmegy. És akkor tessék balra nézni. Ott látjátok? Ott nincs. Tessék jobbra nézni. Ott nincs. Kossuth kalapja van, de komolyan mondom. És nagyon mérges vagyok. Úgyhogy most nézek valami helyet, ahol el tudom rakni magamat. Ami csúnya szót akartam mondani. Szóval nincs, de rajta vagyok az ügyön. Aztán majd holnap kiderül, hogy mi lesz. Egyelőre én most innen visszafordulok, mert nem akarok elázni. Üldözőbe vett az eső. Ismételtem. Úgyhogy majd jelentkezek. Szép jó estét kívánok mindenkinek. A harang azért szól, mert 8:30 van. Itt vagyok én is, Bandi bácsi. Meg a sátor is áll már. Na az a helyzet, elmondom, miközben mutatom ezt a szép-szép tájat, hogy nem gurultam le teljesen. Találtam egy földutat lefele, megnéztem mi van itt, és ezt a tisztást láttam. Ami durva volt, de nagyon, hogy abból az irányból, tehát ott az erdőbe, ott még tovább vezet a földút, onnan jött egy, hát nem tudom, valami hivatalos szerv autó volt, és csak intett, aztán el is ment. Úgyhogy hát mondjuk azt, hogy jó hely, annyira nem jó amúgy, mert ilyen kiálló valamit vannak, de szerencsére gyorsan törnek, úgyhogy remélem kényelmes lesz az éjszaka. A sátort megfeszítettem, nehogy fújjon a szél, vagy szakadjon az eső. És marha jól néznek ki a hegyek. Ezt azért megmutatom rá közelítve is, hát ha így látja a kamera. Na. Úgyhogy akkor mindjárt teszem magamat. Sziasztok! Holnap találkozunk. Jó reggelt kívánok mindenkinek! Július 21-e van, azt hiszem. 9 óra, kicsit elhúzódott itt a cuccolás. Reggel 6-kor már felébredtem. Nem mondom, kimegyek dolgot intézni, hát elkezdett szakadni az eső, úgyhogy másfél órát tartogattam, mire elállt. Úgyhogy hát másfél óra szedelőzkedés, sátor össze, lakás, és akkor így lett 9 óra az egészből. Onnan viszont lövések hangjai hallatszódnak, úgyhogy most már ideje innen kimennem. Felébredtek a vadászok. Itt volt benne a sátorhely, és hát ez a gyönyörű szép látvány fogadott reggel. Hát ugyanezt láttam tegnap este is. Remélem behallatszódtak a lövés hangok. Tehát ott a Dolomitok déli része.
és a Paso Rest is valahogy arra fele van. Na hát én egy kicsit feltolom magamat, nehogy itt levadásszanak. Nézek időjárást újból, időjárás előrejelzést, illetve radarképet, mert olyanom is van. Reggel annyira nem volt jó a kilátás. Na majd megnézem, és akkor meglátjuk, hogy nem akarom Paso kollégát másolni, de hát azt kell, hogy mondanom, most vagy random túra lesz, vagy terv szerinti túra, ez majd nem sokára kiderül. Na, akkor van nekünk egy radarképünk, így. Hát ez mondjuk nem animált, mint az otthoni időkép, de ez így erre fele mozog, nagyjából az Alpok vonalát követve. Nem túl jó, nem túl egészséges. Még gondolkodok, hogy mi legyen. Most ha elindulok fölfele, ezt tuti elkapom, és akkor egy 2 óra áldogálás biztos, hogy lesz belőle. És őt még az elázás is benne van. A másik verzió, hogy délnek indulok, viszont akkor nincsenek hegyek. Mindenképpen terveztem tengerpartot, meg fürdőzést, meg pihenést is. Körülbelül 3 napra terveztem az Alpokot. Hát, majd mindjárt gondolkodóba esek, nézek térképet, meg akkor meg is mutatom, hogy merre jártam eddig. Jó, és akkor van térképem, itt van Triest, és akkor én pedig itt szálltam le a vonatról, és ezen az úton gurultam be Triestbe. Vonatoztam egészen Monfalcone, Goriciát is érintette a vonat, majd Udine lett a választott vonat célpontja, és akkor, hát én elvileg itt így, hogy van, így akartam volna fölmenni, na hát ezt az utat nem sikerült megtalálnunk, úgyhogy helyette, ha jól láttam, valahogy így jöttem a 464-esen, majd itt a 10-esen pedig föl, és mindjárt fordítom. És ide érkeztem, újból a 463-ason voltam egy darabig, és itt jöttem le, itt mentem át a Tagliamentón, itt volt a vasút is, utána pedig becsatlakoztam, itt jöttem a vasút mellett, csak az most nem mutat utat nekem, na mindegy, de becsatlakoztam az egyes útba, és jöttem lefele, akkor fordítok megint. Na, tehát itt jöttem le az 1-esen, aztán jöttem a 34-esen, Maggiano, vagy nem Maniago, bocsánat. És akkor itt az 552-esen jöttem volna felfele. Hát és itt vagyok amúgy, nem is tudom, hogy hol. Hát, Meduno közelében, tehát itt valahol. És akkor ott van a Paso Rest, ami nekem nem célpontom, ugyanis itt kellett volna elkanyarodnom balra. A Forcella di Pala Barzanát akartam volna érinteni. Itt aludt Paso kolléga is anno, hát én is ott szerettem volna, hát ez most nem jött össze. Elmutogattam nagyjából, hogy hol vagyok, remélem mindenki értette, meg a tegnapi utat is. Most viszont gondolkodóba esek, hogy merre menjek, hogy menjek és mint menjek. Jó, álmodtam egy új útvonalat, úgyhogy legurulok, laposan megyek egy 20 kilométert, és egy számomra teljesen ismeretlen úton megpróbálok visszamenni az eredeti útvonalra, úgyhogy most ezt a hágomat ismét kihagyom, eljutok a felmászó pontig, előfordulhat, hogy földút lesz, hát majd kiderül, ott pedig akkor meglesem, hogy maga az út milyen, illetve milyen időjárás vár rám akkor. Úgyhogy akkor kezdődjön a mai nap is, és akkor nem maradjon ki a tegnapi számadat, 84,42 km,
4 óra 33 perc nyeregben. Hát ugye azért nagyrészt vonatoztam tegnap. 18.55-ös átlag, 53,93 max sebességgel, össztúra eddig 93,35. Na nézzünk egy magasságot. 5.33 volt a szintemelkedés tegnap, 108 méter volt a max, átlag 3%, max 13%, és 844 métert kurultam lefele. 2.54-en vagyok, és akkor kezdjük meg a mai napot is. Medúna, Torrente, nem sok víz van belőle, jobb kész felől, pedig a Dolomitok. Remélem valamennyire látszódik. Jönnek az autók, úgyhogy bocsi. Megálltam, már visszasétáltam, mert az autóktól nem tudtam kamerázni. Szóval SR464, ezen haladok Medúnió, vagy valami hasonló irányába. Tehát, hogy ezt rosszul mondtam, majd feliratozom. Mondjátok azt, hogy nem szép ez az Alpok így felhőbe. Szerintem gyönyörű. Amúgy tényleg jól néz ki, vannak jó kilátások, de akkor pont nincsen kéznél a kamera, amikor kellene. Szóval, hát itt most szintén az Alpok, a Dolomitok lábánál gurcizok. Arra pedig a végtelen lapos van. Talán nem viszik el a kezemet az autók, szóval néztem én időjárást, de ennyire durvát azért nem mondtak. Hát majd kiderül, hogy mennyire durva ténylegesen. Tekerjünk tovább. Szóval pontosítok. Maniago település felé haladok. Szép nagyon a kilátás. Nem tudom, kamera mennyit lát. Nekem azért tetszik. És ahogy minden túrán elmondom, mert általában bekapom az ilyen időket. Szóval legalább nem döglünk meg a melegtől. Annyiból jó ez az időjárás. De a hangulatot azt nagyon tudja lombozni. Lefele. Egy kis szélzajjal, de jobbra egy kis kitekintés. Ez is jól néz ki. Hát, ha más nem, egyelőre így ennyi jutott az Alpokból nekem, a Dolomitokból. De hát még csak a második nap, nem kell feladni. A kalandok erről szólnak, de lehet, hogy aztán új címe lesz majd a filmemnek. Ez majd még kiderül. Ez egy kicsit szétnyílt a táj, úgyhogy tudok újból mutatni egy majdnem panorámát. Körbetekintést így nyerekből. Zajosan. De akkor mutatom. Szóval azért jól néz ki. Most már csak fel kéne jutni. De végül is azért jöttem. No, a kilátás már megérte fölmennem egy még forgalmasabb útra. Hát itt most a híd miatt zárt, nem megyek rajta sokat. Tiltótábla nem volt, úgyhogy remélem nem lesz gond. A látvány az pazar, főleg az a vasúti viaduktot. Nagyon jól néz ki. Felhő ide, felhő oda. A táj azért gyönyörű, nem tudom mennyit lát belőle a kamera, és mennyit tudok belőle átadni, de nagyon jól néz ki. Mutatom az ellentétet, a lapost. Hát ez így néz ki, a Pó síksága. És nekem a nagy esőzés majd arról jön, úgyhogy lassan megállok majd, és gyönyörködök abban, hogy mi legyen tovább. Ötletem sincs, hogy az út, amelyet kinéztem, az merre menne be a hegyekbe. Valószínű ott bent
a völgyön át. Hát, majd kiderül, nem sokára megállok, és akkor megnézem. Na, mutatom, hogy hol vagyok. Monterre Ale, Valcellina. Attól nem messze. És fent már meg is kezdődött az eső, sőt, már itt is. Úgyhogy tipi van. Hát ebből nem lesz hegy. Lesz helyette valami más. Na hát, akkor gyerekek, az van, hogy Bandi bácsi berágott. Szóval mögöttem az Alpok, és akaratlanul is, de elhagyom. Megmondom, hogy miért. Ezt a túrát én azért terveztem, mert volt egy nagyon fasz a túraterv, egy francia Alpok, egy kollégával, tehát kolléga családi okok miatt lemondta a túrát, így viszont ki kellett találnom valamit, és akkor innen egyik ígéretemet már meg is tartom, ugyanis elmondom, hogy miközben itt van egy kis kilátás, ott azon a hídon mentem át amúgy. Szóval lett volna egy fantasztikus francia Alpok túra, majdnem olyan, mint amit Kobrankó csinált meg tavaly, illetve most még folyamatban van a vetítése annak a filmnek. Ezért én kitaláltam egy ilyen nyaralós, hegymászós túratervet. A hegyes rész az körülbelül a első 4 napba lett volna. Hát az első 4 napra időjárás előrejelzés szerint bármikor szarrázhatok. Mögöttem az Alpok, ezt itt mutatom. Ciao. Úgyhogy az elkövetkezendő 4 napba, tehát arra 4 napra, amit Alpok túrának terveztem, abba viszont bármikor várható szakadó eső. Egy majdnem 2000-es és egy 2000 fölötti hágót néztem ki Passo d'Uran és Passo Rolle, illetve közte apróbb kisebb hágók lettek volna. És a maradék időt pedig fantasztikus tengerparttal terveztem. Fürdőzéssel, jól érzem magam a című dologgal. Hát most úgy állunk, hogy én megindulok a tenger felé. Nem akarok elázni. Hát egy kicsit unalmas lesz majd végig tekerni a pósikságon. Ez lett osztva nekem, úgyhogy ha valaki már most megunta és hegyeket várt, akkor nyugodtan kapcsoljon el. Vagy más bringás túrázónak a csatornájára, vagy pedig a barátok köztet is nagyon szívesen tudom ajánlani, vagy jó barátok, vagy akármi más. Aki meg kitartó, az tartson velem, és megpróbálom a maximumot kihozni, bízva benne, hogy a tengerparti szakasz már látványosabb lesz. A célom, ami nem tudom, hát ma biztos, hogy nem, de holnapra már meg kell, hogy legyen, az Velence fölött Jezoló, egy kis üdülés bemutatása. Nagyon fasz a homokos tengerpart van ott, nekem pedig most az kell, illetve fantasztikus napsütés. És közben, ahogy nézelődök, azért elég jó sátorverő helyek vannak, de még egyszer mögém tekintünk. Viszlát Alpok, jöhet a nagy Alföld. A gyönyörű szép Alpok még egyszer.
és egy vízműnek a csobogója. Azért ezek az olaszok értenek valamihez. Ez itt elvileg egy behajtani tilos út. Nem tudom, olaszul vagy miért tilos. Ahhoz képest itt van egy kis vízfolyás csatornába, és kiépített kerékpáros pihenő. Nem tudom mindjárt, miért kerékpáros. Bár már a kutya se jár erre, kicsit csúvás, de ott van a kerékpártartó. Úgyhogy, hát ez egy kerékpáros pihenő. Itt pedig mellettem a kapella. Folyó folyna, vagy torrente. Távol van pedig az Alpok. Úgyhogy én most megkajálok odafent. Már esik. Ott annyira nem vészes. Hát, Bandi bácsi nyuszi, de ez van. Na mindegy, kajáljunk egyet. No, hát akkor megöttem a kilátás, itt én vagyok. Nekem erre jobban tetszik, kilátok arra. Úgyhogy mutatom a menüt, mert Bandi bácsi kajálni szokott, van otthoni kenyér. Otthonról hozott Garden Bleu, vagy mi a fene. Akkor kicsit megédesítsük a napot, egy kis gulyás krém. Úgyhogy akkor én itt most kajálok. Ott pedig pihen a bringa. Aztán akkor megyünk tovább. Én se tudom merre. Útközben majd mindig vessem a térképet, a GPS-t. És tervezem folyamatában. Most van dél, úgyhogy ebédidő mindenképp. Templom. Csak hogy mondjak egy kis bejelentkezést is. Egy kis majdnem pósiksági település, bár itt még lehet az út lefele. Szép házak. És San Quirino, ha jól olvasom, tovább egyenesen, a táblánál lett. Quirino. Na, oda tartok. Tovább egyenesen lefele. Még jó, hogy... Semmi extra, csak egy kis bejelentkezés. Perdenone városa felé száguldok. 32 km per órával simán repesztek. Enyhe lejtés azért van az útban. Szóval ez lesz most a következő megálló, utána megint térképet nézek, és meglesem, hogy merre tovább. Megint csak információ, semmi extra, semmi látvány. GPS szerint belőttem egy rövid útvonalat Jezolóig, úgyhogy odafele tartok. SR251-es út, Korva települése, abban mondva már lassan el is hagyom, két bringás gyerek. És most már kezdik befűteni a hőmérsékletet. Szóval ez most egy ilyen információs bejelentkezés volt. Megmutatom még magamat is, én is itt vagyok, Bandi bácsi. Aki még nem kapcsolt el, azokat üdvözlöm és köszönöm, hogy kitartanak velem. Megpróbálom azért a maximumot kihozni ebből a túrából. Vannak azért tervek. Igazából tényleg a hegyi szakaszt vágtam le, de Jezolónál visszatérek az eredeti túratervhez. Úgyhogy azért lesz majd látnivaló. Mutogathatnék ilyen régi, klasszik olasz házakat, azért vannak belőlük egy jó pár, nekem ezek tetszenek, vagy éppen egy kicsit modernebb kivitelben. Azért a laposnak az előnye, hogy kicsit sűrűn vannak a lakott települések, és azért a házakban én tudok gyönyörködni, nekem azok tetszenek, nálunk ilyen nincsen,
úgyhogy ennyi látványt azért ad ez a lapos tekerés is. Mutatok egy kis visszatekintést. Fent a csúcsokon nem biztos, hogy jó az idő. Bocsánat, csak egy bogárka rám szállt. Nem tudom, mennyire készít a kamera, hogy mennyire nem. De amiket itt lát, innen látok hegygerincet, a mögött már bizony felhők vannak, nem barátságos felhők. Úgyhogy innen is szevasz, Alpok, közeledek a tengül felé. Ez itt az SP6-os út, lassan lekanyarodok róla, az folyamatosan kell néznem a GPS-t, hogy nehogy letérjek itt a rövidebb útvonalról. Mutatok még egy kilométert, 61,62, ez a mostani állás, és ha minden igaz, 38 méteren vagyunk. Lehet, hogy kalibrálni kell az órát, ezt még nem tudom. Beszereztem egy Chinook-t, látszódik, meg egy Freeway arancsitán van még tegnapról a Lidliből. Hoppá! És akkor ott van egy tábla vég. Azzano de Timo. Szóval ezt hagyom most el, és haladok tovább Jezoló felé. Van itt nekem előttem egy gyönyörű szép templom, innen legalábbis az, fantasztikus ódon falaival. Nekem tetszik. Itt egy tábla. Hát egyenesen megyek tovább, de azért majd itt a körforgalomnál rálesintek a GPS-re. Nem rakom ki, hogy folyamatosan menjen, mert akkor nem merül nekem itt a telefon. Aztán hamar elfogy az akuban készletem. Úgyhogy mindjárt lesítünk. Ez itt Kinos C-vel. Vagy Chinos, nem tudom most, hogy van olaszban, hogy egy C vagy két C akár. De a templom maga az jól néz ki. San Stino di Livenza, a település neve, ez valami kerékpárút féle, amin megyek. Itt pedig mellettünk egy kis folyócska, ami egy kicsit feldobja a látványvilágot. Rajta hattyúk, kettő darab konkrétan. Hát ez az út egy kicsit hagy kívánnivalót maga után. Több településen voltam, hogy kerékpárút. Nem vettem igénybe a szolgáltatásaikat, mert hát a keresztező utak miatt mindig csináltak egy enyhe jobbost, aztán át a járdán, vagy hát ilyen zebrán. Úgyhogy folyamatos haladást ezt nem biztosította. Viszont ott van két hidacska is, azon át fogunk menni. Abból az egyiken mindenképp. Úgyhogy én itt akkor most követem is a kerékpárutat. Van nekünk még egy szép kis templomunk, hatalmas nagy toronnyal. Nekem ezek tetszenek, úgyhogy megmutatom. Már most épp a fa itt akarja. Van itt kacsa is a vízben. És akkor a templomocska itt bal kéz felől. Jól néz ki, bár be van fával falazva a bejárat. No mindegy. Na és akkor kerékpáros és gyalogos híd is egyben. Itt át. Akkor legyen egy kis hidas élményünk is. Le lehet látni az aljára. Jó kis rácsas dolog. No, szóval ez is megvolt. Akkor megyünk tovább egyenesen. Elvileg GPS szerint a kerékpár utat kell követnem, úgyhogy akkor most rajta maradok. Most egy kicsit visszafordultam, de az érdekesség kedvéért ez itt egy kerékpár út itt előttem.
jobbra-balra különböző üzem és gyáregységek. És már nem az első dolog, amit láttam, de vannak pihenők, jó, hát kerékpártárolásra ugyan nincs lehetőség, de van vízvételezési lehetőség. Az, hogy működik-e, azt én nem tudom, de majd mindjárt leteszteljük. Ha működik, akkor az egy nagyon jó találmány. Ilyen kéne nálunk is otthon. Elvileg csöpög, úgyhogy... Mindjárt csak így bringáról egy kis teszt. Hoppá, hát ez nyomásra jön. Kicsit kiengedjük, hogy ne legyen meleg. És akkor vizet tankolunk. Információs bejelentkezés. Staff follow. Szerűség település, hogy mi a fene. SP 59 vagy 57, hú, most a fene tudja. Na mindegy. Jezoló felé haladok most már. Tábla is jelezte, mikor rákanyarodtam az útra, hogy 20 km Jezoló, azaz most már körülbelül olyan 18 lehet. Irányba veszem a tengert. Most már ténylegesen, és már nem kell nagyon figyelni a GPS-se. 16-19, úgyhogy még egy fürdés is várhat rám. Mutatok egy kis érdekességet. Jezolót elkerültem, hátulra támadtam be, mondjuk úgy. Itt viszont egy ponton híd viszelt a Piavén. Innen már nincs messze a torkolata. És autóval persze fizetni kell. De kerékpára ingyenes. Úgyhogy ezen most átmentem, megnézzük a tengert, meg majd kicsit nézelődök is szállás lehetőség ügyben, igaz, még korán van. Szóval még korán van, azt mondja, hogy 5 óra 19 perc, na nézzünk le a tengerhez. Sziasztok! Üdvözlök mindenkit az Adria partján. Jezolom egy kicsit a föntebben, én délelő részre jöttem le. Praktikussági okok miatt, ugyanis itt van a Piave torkolata. És ott a túlparton kellene nekem valahogy lejutni, illetve elvackolni magam majd este felé. Azt mondja, hogy 17.33-ban, ha mutat a kilométert is csak itt. Érdekességképpen 108 km lett a mai nap, és 200 méter szintre benne. Eljutottam a tengerhez. Viszont engem ez az a kétség, hogy fogadjon meg. Hát remélem, hogy nem fog leesni. De ha mégis, hát akkor Bandi bácsinak ez a sorsa. Hát gyerekek, nincs nagy öröm ebben a tengerben. Mögöttem jön a vihar, pedig megvan a hely, megvan a bejárat, ahol be lehetne sunyogni, csak meg kéne várni az estét. És lenne elvileg fasz a hely is, de addig ide él az eső, és szarrá fogok ázni. Viszont így Premier Clanba nem akarok bemenni, azért. Ez egy turista környék. És nem éppen olyan az idő, mint amilyennek kéne lenni. Úgyhogy megpróbálok valami kempinget meglesni.